aki kicsit szétnéz Magyar Kanizsa községben, az mindig talál magának érdekes látnivalót. A természet még annak ellenére, hogy agyon van szántva, agyon van vegyszerezve a környezetünk, a mezőgazdasági nagytáblás művelés nem kedvez az élővilágnak, sem az állatoknak, sem a növényeknek, és nagyon sok rovar is kihalás szélén van az utóbbi 10-20 évben. Tehát annak ellenére, hogy ilyen nagy környezeti terhelés van jelen a környezetünkben, annak ellenére ezek a kis mikroélőhelyek, amelyek fragmentumok, amelyek egyre szűkülnek, de azért még fellelhetők olyan értékek a szűkebb környezetünkben, amikre érdemes felhívni a közvélemény figyelmét.